Nézzük a challenge-et, srácok, mit pörget nekünk a V-Spin. Ez lesz a mai Fortnite videó témája. És nem használhatok ládát, tehát ez azt jelenti, hogy egyet se nyithatok ki, srácok. Wow. Nézzük azt, hogy mi lesz úgymond a büntetés, vagy mi lesz még a challenge annak ellenére, hogy nem nyithatom ki a ládát. És sorry, hogyha ilyen hangom van, csak eléggé beteg vagyok, és hát nagyon-nagyon fáj a torkom, úgyhogy sorry, ha most annyira nem élem bele magam ebben a részben, vagy ez következő egy-két videóban legyen az GTA, vagy bármi más, ezt nézzétek el, kérlek. Nekem úgyhogy, de azért megpróbálok mindent megtenni, meg azért nehezebb lesz koncentrálni, mert hát igen, nagyon fáj a fejem. Na ne, na ne, nyerni solo vs duo, és nyerni randomokkal is. Hát még a nyerni szólóban sokkal könnyebb lett volna. Nyerni 10 killel, solo plusz random is. Úristen, ez a legrosszabb. Hát akkor egyértelműen ide jövünk, srácok, mert hogy itt talán nincsenek annyian, de tévedek, mert egyből ott egy ember. Szóval a ládát nem nyithatok ki. Hát... szerencsére hamarabb érkeztem. Hát hiába akarsz pikexelni. Na srácok. Azt a mindenit. Három ember. Mi van veled? Senki nem bírta kinyitni a ládát. Hát én meg nem nyithatom ki. Úgyhogy nézzük talapskacok. A lényeg az, hogy se ammo boxot, se heal ládát, se semmit. Érted? Tehát konkrétan floor loot-ta mehetünk. Természetesen innen használhatunk shieldet. Megfővehetjük az összes fegyvert. Tehát ezt nem nyithatjuk ki. Ezt összeszedjük és megyünk tovább, srácok. Itt eléggé lövöldöznek. Oké. Menjünk, menjünk. De hogy lehet így lőni? Arja, ott megy. Egy. Egyetlen egy töltény. Hát az... ez jó nullás volt ez a gyerek. Hát szaladna, szaladna. Gyerünk, 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 gyerünk. Oké. Okay. Jó. Tehát nyilván a lootot fölvehetem. És az összes cuccot, ami nála van. Azt hittem full damage-be meghalok. Várjál, itt egy láma. Ez elég sok töltényt adhat. Úgy sincsen. Nice. Na jó. De átugrunk, azt mehetünk tovább. De... Nem kapta el. Miért? Nem kapta el. Egyelőre hagyom a szóló cuccot és félveszem minden a földről. Ezt a fegyvert. Megpróbálok egy randommal, legyen az duo, és most nem squadozgatok. Hát, ha most duóba könnyebb lesz. Majd kiderül. Valaki lő minket. Jó, megvan. Ez az. De hát te mit csinál? Hát hol a másikem? Hát hol a társam? Hát ez gyors volt. Jó, hát nézzünk egy squadot, srácok. Hát, ha szerencsésebbek vagyunk ezekkel. Az emberekkel, mint az előző duóval. Nyisd ki a ládát, úgy, és mivel kinyitottad, akkor én ezt már fővehettem. Jaj, gyerekek, ez kész. Na, azért elég jó cuccom van. Hát ugye ez se láda, ők kinyitották a földről, én meg már bármit. Hát igazából semmit nem csinálunk. De várjál, itt vannak. Itt valaki van. Hát jelzi. Tényleg lobba a killemet most már, de mindig ez van. De valaki meghalt. Fú, de nullás ez a gyerek, te jó Isten. Hol van?
De hogy ment mellé? Jó van már. Öcsém. Igen, és direkt úgy editel, hogy engem megöljön. Persze. Jó, mert ez is megdöglött. Az GG. Azaz, mennyi? Fehérbe van? Mennyire? Egyedül van? Édes Isten, ezeket az embereket nem értem. Tehát fehérbe kapta. Ja, hogy neki sincs sígye, de hát... Gább szedje össze a cuccot, az húzzon innen a fenébe. De ne ennél esélyé, mert meghalsz, openbe vagy. Én jelöltem előbb. Nézd, ide bejelölöm, hogy... Na srácok, tényleg ennyire nem vagyok ma képbe. Hát elfelejtettem sorsolni. Hát kettő videóval ezelőtt mondtam, hogy skint sorsolok köztetek. Úgyhogy sorry, majd ezután a kör után kimegyek a programnál, és akkor sorsolok valakit a kommentekből. Ezt még így lejátszom, és akkor majd meglátjuk, hogy ki az a szerencsés, aki nyerte azt a skint. Igazából az a baj, nagyon messze ugrottam a csapat társaimtól, mert hát most egy fél pillanatra kimentem vízért, mert nagyon fátorkom, tehát is mire visszajöttem már, sehol senki. Szóval az lesz harci helyzet, hogyha meghal egy csapattársam, mielőtt odaérnék, akkor kilépek, jó? És ne felejtsétek használni a The Arrows kódot az item shopba, hogy jövőben is legyenek nyereményjátékok. Persze, hogy nem nyithatom ki a ládát, hát ez egyértelmű. Azt úgy érzed, hogy hetet megöltek, és ott se vagyok? Tehát mindig mondom, hogy nem találok jó csapatot. Csak bénákkal dob össze. Most lehet, hogy összedobott két jó gyerekkel. Erre nem érem utol őket. Ez az én formám, srácok. Jövök, jövök. Várj meg, létszik, kell egy kill nekem is. Hát 9-et öltek. Hát én egyelőre csak tartom a csapat létszámot, de hát nem tett, egyszer nem tettek róla. Nem, most értem utol őket. Reméljük most már ez változik. És megvárnak. És erre megölj a következőt is, és erős lemaradok. Ezek egyszerűen az a faltörőkos, vagy mit tudom én, hogy hívják, azzal repülnek, nem érem utol őket, és mire odaérek, már meghal az ember. Ez mi? Egyszerűen nem érem utol őket. Gyerekek, ez hihetetlen, néznek. Odaérek, lelövi. Én csak futok, én csak fut, nézd meg, hogy mennyire elrepül. Hát ezt nem érem utol, és nem találok semmi mobilitás itemet. Ott vagyok, végre meg lehet az első killem, hát várjatok meg. Hát most értem utol őket. Ne, ez a gyerek. Jó, nagyon nulláztan. Assist. Én gyerekek kiégek, 18 kill. Nulla. Csak szaladgálok utánuk. Ez az én formám. Lemaradok minden jóról. Na mindegy, de hát... Hát az utolsó kill a legértékesebb, srácok. Hát, vagy behúzzuk azt valahogy. Remélhetőleg. Onnan fentről, arról a szatyi helyről. Hát ez hihetetlen. Ugye meghalok nulla kill-lel. Azt a mindenedet. Gyerekek, olyan lootot szereztem. Nem is, egyszerűen nem is kell ide láda. De kajak. Nem tudom, most akkora keribe van részem, amit még soha nem láttam. Várjatok, könyörgöm, várjatok már. Hát ezt nem hiszem el, hát mindenkit lejönnek. Mik ezek? Gádok? Lol, csak letáncolja. Végre. És nézd meg. Az se az enyém. Na majd ott hátul. Persze, hogy nem. Hát három kill helyett lett egy. Ez mindegy. Öt ember. Itt van. Majd ez meg lesz. Semmi HP-ja. Léci, ne! De hogy lehet, hogy mindenről lemaradok ebbe a körbe? Ez ilyen nincs. Hát gennyesen lőttem már négy embert. Négy kill helyett egy. És ez csak egy enemy. Meg már levegőt alig kapok. Ah, Istenem. Hát ez hova megy? Skybase-el? Hát unatkozik a srác.
Hát a Nabin fogja megölni az utolsót, gondolom a gyerek Skype, ezért meg szaladgálok, mint a muszáj lenne. Ez ilyen Arrows forma. Hol a fenébe az utolsó gyerek? Ez mit csinál? Figyeld! Megöli magát? Vagy az... Nem, azzal valamivel lejött. De hol az utolsó player? Meghalt. Na itt álljuk meg egy pillanatra. Szóval az egyik csapattársam Skybase-el és el van. Nagyon-nagyon egyedül. A másik, a csapat legjobbja, aki 16 kill szerzett, Nabim, meghalt. Tehát ha én is meghalok, akár el is bukhatjuk ezt a challenge-et, plusz egy ilyen mérkőzést nem hagyhatok elbukni. Mindent meg kell tennem, hogy nyerjünk. Na vissza a mérkőzéshez. Na. Basszus. Kapta fejes, let's go! Az utolsó kill a legfontosabb, srácok, én megmondtam. Megvan a challenge egyik része. Szevasztok! Nézzük a szólóvés duót. 70 komment, válaszok ki a nyertest. Áron Rapcsák, nagyon jó videó, mint mindig, remélem még idén meg lesz 100 000, köszi, én is. És a szabad kérdezem, milyen egeret használsz, válaszodat előre is köszönöm. Persze, Logitech G Pro X Wireless, tehát vezeték nélkül Logitech egér. Gratulálok, amúgy a nyereményhez vedd fel velem a kapcsolatot privátba, Discordon vagy Facebookon privátba. Uha, na, viszonylag jó lootunk lesz. Oké. Ott a gyerek. Nézzük. Oké, let's go. Kettő ki, gyerekek. Azért rendesen leszették a shieldet. Na jó, shieldeljünk be. Ott az a faltörő. Támadt egy ötletem, mi lenne srácok, hogyha mi is skybase-elnénk, mint előbb a gyerek. Ezt elhozzuk. És akkor szedünk materiált. És ha le is lőnek a végén, akkor se halunk meg. És hát azért skybase-et több esélyem van nyerni duók ellen, mint így. Úgyhogy szedünk materiált, nincs szóltok, és akkor rájuk mehetünk így a végére. És akkor megcsináljuk ezt az endgame-et. Oké. 500 fa, 500 kő és 299 fém. Nagyon-nagyon jók vagyunk. Most ezt megpróbálom befoglalni, ezzel lesz fegyverem, talán lőszerem, és látni fogjuk az összes kört, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Ezt már valaki kinyitották. Nem mondott, hogy így egy lila chest. Most elhozom ezt a healt egyelőre, mert ugye harcolok. Marksman, oké, shotgun-es, ez jó. Ez jó jött az utcsó killekre esetleg. Szóval az NPC-ket megölöm ugye, és akkor látni fogjuk az utcsó kört, utcsó köröket, és akkor, vagyis többi kört, és akkor könnyű lesz. Hova helyezkedjünk? Hallj már meg, oké. Fullos. Oké. Na nézzük a következő kört. Ez ott lesz, és akkor valószínűleg a farm fele lesz a következők. Ebből is most már van így zöld. Done. Ez magyar volt? Kajak, Krisztof. Ez magyar volt. Társa meg nem tudom hol van, de mi is érdekel most. Hát srácok, 16 enemy. Ugye meg én így 17-en vagyunk, és hát errefele szűkül a kör, megnézzük a következő hova megy. És okosabbak leszünk, na nézzük. Húha, ennyire visszafele szűkül? Ez érdekes. Jó, hát akkor ott a szélénél kéne, vagy a farmnál megjátszani, mert hát kicsit ki kéne várni. Nem akarom elbukni, úgyhogy egyelőre nem nagyon harcolnék endgame-ig, ha lehet. Jön valaki. Itt jön valaki. Húzzunk el. Aha, persze. Hogy lehet így lőni? De mi az Isten? Nem látom, hol vagy? Jézus. Ez egy idióta, esküszöm, ez a gyerek. Anonymous. Azok mind ilyenek?
Még én is Anonymous vagyok. Na mindegy. Jaj. Én meg az építés, az két külön játék. Húzzunk-e? Innen szépen felépítünk, srácok. Minél magasabbra. Már csak 6 player van. Tehát az esélyem megvan. Szóval... A jó fele jövök? Igen. Elfogyott az összes fám. Mindegy. Kutyát nem érdekli. Mennyire messzire képíti? Leestem! Úristen! Hogy maradtam életbe? Most se tudom. Hogy nem haltam meg? Használtam már? Ez most mi volt? Leestem. Fél tudok menni oda? Hát ez nagyszerű. Szecsém. Szabotálom magamat. Mindjárt meghalok, gyerekek. Egy vegy. Egy vegy. Be van a pokorba? Gyere. Már ez nem akar támadni. Nem akar támadni amúgy? Az mi ez a kör? Az mi tököm az a kör? Pikexel. Nem hagyjuk. Egy lövés. Ja, Istenem, gyerekek, megrendt ezt a viszont. Hogy pikexelt? Mi azt akart, hogy ne támadjam le? Hát sajnálom, de challenge is. Nagyon beteg vagyok, úgyhogy muszáj teljesíteni. Muszáj. Srácok, illetve lányok, egyébként ez a videó, ha tetszett, lájkold, iratkozz fel, köszi. Legközebb találkozunk. Szevasztok.